generátort, egy repülőszerkezetet, és egy szivattyút is készített ennek az elvnek a felhasználásával, de egy forgóvitorlás hajóval kapcsolatos ötletről is szólt a pályázata. És végül, hogy teljes legyen, a Paletta 2012-ben egy elektronikus természet meghatározás nevű szakértői rendszer, mobiltelefonra fejlesztett szakértői rendszer is a pályamunkák között volt, ami 2012-ben gombák azonosítására szolgált. Kérem szépen, végül is az elmúlt 3 éves munkádért a zsűri külön díjat ad neked. És én úgy gondolom, hogy amikor az ember azon gondolkodik, hogy mit is kívánjon neked, én azt kívánom neked, hogy legyen türelmed és kitartásod az egyetem elvégzésére, mert a sok szerepeknek, a fiataloknak nincs ideje arra annyi ötletük és feladatuk van, hogy tisztességesen elvégezzenek egy egyetemet, vagy nehezen törnek bele az egyetem szervezeti keretei közé, és így tovább. És amikor elvégezted az egyetemet, akkor legyen neked terepasztalod, ahol mindannyiunk örömére a Magyarországért is természetesen ezeket az ötleteket meg tudod valósítani, hogy szívből teszünk. Három év munkája körül 4,5 perces dicséretben. Szeretném megélni, hogy 20 év múlva is, ha hallgathassak valami ilyet, akkor még magasabb fokon. Nem lenne semmi, akár 10 percig is hallgatnak. A verseny fődíjának átadása következik, ilyen valóban soha nem volt még. A verseny történetében talán első alkalommal a zsűri fődíjat szavazott meg, dr. Hokman Rózsa és dr. Orvos Pál adják át a fődíjat, és természetesen a fődíjas részt vesz a 24. EU Contest for Young Scientist európai döntőjében, ezért szeptemberében. Ő nem más, mint Pap Gergely felkészítő tanára, Vermes János. Köszönöm. Ki majd egy laudációra. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár asszony, hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Egy lehetetlen feladat, arra kellett, hogy vállalkozom. Néhány mondatban, kevesebb, hogy x percben, azért az 3 helyen eljött. Olyan munkáról beszéljek, amelyik engem lelkesített. Én egy fegyelmezetlen ember vagyok, és hogyha lelkes vagyok, akkor időnként felemelem a hangom. Bocsássák ezt meg nekem. De ezzel a pályamunkával és ezzel a fiatal emberrel találkozni, ez életem, hosszú életem egyik legnagyobb élménye. Én a Magyar Tudományos Akadémia doktora vagyok, tehát arra mennyire értek a tudományhoz. Én mérnök végzettségű vagyok, 17 megvalósított szabadalmam van, valamit értek a mérnökséghez, az alkotáshoz, és ahogy ezzel a filmperemberrel óráról órára, vagy negyed órára beszélgetve, tovább beszélgetve haladtunk a téma megbeszélésében, egyre inkább felvillan bennem az, hogy mi minden van ebben a srácban, hogy mondjam mindenket, ebben a gyerekben, ebben a még nem is érettségiző, éppen érettségére készülő, vagy éppen mostanában érettségiző fiatalemberben. Egyrészt határozott cél, tudja, hogy mit akar. Ez a mit akar, ez egy hangfalat helyettesítő hangszóró rendszer. Erről most többet én nem mondanék, de nagy jövő előtt áll. Hallottuk korábban, hogy komoly cégek érdeklődnek irányítan. Már most. Mikor tűzhette ki ezt a célt? Mennyire állhatatos ez a fiatal ember? Az én legjobb tudomásom szerint, javíts ki, Zoltán, amit van, mintegy 2 éve tűzte ki ezt a célt.
hogy próbálta elérni? Kérem, valószínűleg a tanára segítségével, de nagy mértékben az ösztöneire hagyatkozva egyrészt. Végig nézte azt, hogy a hasonló rendszerek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Édesen fókuszált ez alatt a két év alatt arra, ami célul kitűzött, és lehet, hogy elmulasztott egy-két fotball meccset, de megérte. Megérte, mert egy olyan dolog történt vele, ami ennek a versenynek a 21 éves történetében még nem történt, ugyanis fődíjat kapott. Ezt a kifejezést, hogy fődíj, még soha nem használtuk. És nem én, aki lelkesen mentoráltam őt, mi alatt dolgozgatott ezen a projekten, pontosabban az utolsó 6-7 hónapban, nem én javasoltam ezt, ezt a zsűri javasolta. Nem én laudálom, 18-an laudálom. És mit tiszteljük még ebben az alkotásban? Tiszteljük azt, hogy hihetetlen érzékkel szúrta ki, találta meg azokat a gyenge pontokat, ahol a konkurensek munkáján, vagy a hasonló témán dolgozók munkáján sokat, de sokat lehetett javítani. Mindig a legérzékenyebb pontokra fókuszált, és így fogytak, kérem, egyre fogytak a mások által alkotottak hibáiból egyre többen, egyre több hiba fogyott. És azt is hozzá kell tennem, hogy a fiatalember a két nagyon fontos tengely mindegyikén remekül egyrészt. Egy olyan műhelyben dolgozott, ahol hangsorokat csinálnak. Tehát a keze munkája ott van, azok a különleges paszták, amiket kitalál, azokat az ő kis ujjacskájával, vagy nagy ujjacskájával kente oda föl, ahova föl kell kenni. Egy, kettő, a tudomány nagyon széles. Hangsorok óta róla régen szó van már a világban, de a tudománynak azon szegmensei, amelyeket a ő probléma megoldása szempontjából fontosak voltak, ezeket a szegmenseket ő tudományosan is végignézte. Átnézte, és meggyőződtem róla, hogy megértette. Nem is lehetett volna másképp azt az alkotást, amely kézzel fogható, de leginkább füllel hallható, és leginkább a kiválóságon hallható füllel. Nem is tudta volna másképp megítélni. Úgyhogy egy befejező mondat talán legyen az, hogy én életemben ilyen műszaki tehetséggel megáldott, tudományosan megalapozott műszaki munkával termett fiatalban még nem találkoztam. Gratulálok! Thank you.